Szép estét kívánok, köszöntöm a Paletta magazin nézőint. Megjelent Demeter Zsófia Derék város című kötete, a Székesfehérvár annó sorozat harmadik része Herman Róbert történész tolmácsolásában került az olvasók elé. A Szent István Király Múzeum országzászlótéri termében mutatták be Demeter Zsófia a Derék város címmel megjelent új kötetét. A könyvet Herman Róbert történész egyetemi tanár ajánlotta az olvasók figyelmébe. A könyvben Székesfehérvár központi szerepét ismerhetjük meg a Szent Istváni időktől 1930-ig tartó több évszázados periódusban. Ez egy nagyon jó sikerült munka, tehát igazából csak gratulálni tudok a szerzőnek és az összeállítónak, Demeter Zsófiának, akit én még, hát, ha úgy tetszik, háthúgombolós korom óta ismerem a nevét, hiszen éppen íperettem olyan, nem tudom, 8-10 éves koromban, amikor már olvastam a Fejér megyei hírlapban, hogy éppen a Pálkozdi kiállítást akkor rendezte 1973-ban vagy 74-ben. Ugye ez a könyv azért nagyon fontos, mert ráirányítja arra a figyelmet, hogy mennyire meghatározó a város története szempontjából az a nagyjából 1688-tól, tehát a török-alóli felszabadulástól az 1930-as évekig, itt ugye egészen pontosan a Szent Imre emlékévig 1930-ig terjedő időszak, amelynek a során ebből a korábban a török által megszállt középkorias szerkezetű városból egy igazi nagyváros, egy igazi modern nagyváros vált, és ennek a legkülönbözőbb aspektusait láthatjuk, részint írásban, részint képben. Nagyon érdekes egyébként maga a megoldás is, hogy az elején van egy nagyjából 70-80 oldalas általános felvezetés a város történetéről, a városnak a különböző szerepköreiről, a szakrális szerepkörtől, a kormányzati szerepkörön át, az egyházi központig, vagy a mezőgazdasági, ipari, kereskedelmi központig, vasúti központig, ugye Székesfehérvár történetében ez is nagyon fontos. Tehát elmondja a köztörténetet, elmondja magát a folyamatot. Utána jön, megszámoltam egészen pontosan, 222 darab képet láthatunk a város múltjáról. Itt ugye elsősorban hát nagyjából a 20. század elejétől, de mondjuk vannak korábbi képek is, és hát a meghatározó az a két világháború közötti időszaknak a képi ábrázolásai. Itt ugye nagyon fontos hangsúlyozni, hogy nem csak az ilyen jellegű kiadványoknál megszokott képes lapokat kapjuk meg, hanem amatőr fotókat, profi fotósoknak a munkáid, és ami még különösen érdekes, hogy rengeteg olyan fotót, ami családi gyűjteményből egy-egy családnak a fotózni szerető, vagy fényképezni szerető tagjának a kezéből és a műhelyéből került ki, tehát egy igazi komplex képet alkot erről a városról, és ugye nem csak azt követhetjük nyomon, hogy ez a város ez hogyan alakult át, és milyen hihetetlen rohamossággal fejlődött a 20. században, ugye főleg az 1995-i időszakban nem volt szokás dicsérni ezeket az évtizedeket, hanem azt is megmutatja, hogy mennyi minden tűnt el sajnálatos módon azóta, részint ugye a II. Világháborús pusztításoknak, részint pedig az 1945 és 1990 közötti, hát sokszor meglehetősen agyatlan és lelki ismeretlen és a múlt értékeire nem figyelő városrendezéseknek vagy városfejlesztési terveknek. Számomra is nagyon érdekes volt, ugye, amikor arról ír a bevezetőben, hogy Székesfehérvár mezőgazdasági szempontból is egy milyen fontos központ volt, még a 20. századnak a közepén is, és hogy ezt a fajta központi szerepét, illetve a városnak az agrártermelésben betöltött szerepét, ezt éppen az 1950-es években megindult iparosítás, illetve a városnak a határok felé történő terjeszkedése volt az, ami hát félig meddig szétvelte, vagy legalábbis nagyon erőteljesen háttérbe szorította. És utána ugye van még egy része ennek a könyvnek, ez pedig az Olvasmányok címet viseli. Ez kicsit olyan, mint amikor valaki ugye bőséges lábjegyzetet ír valamihez, ahol magát az egész lábjegyzetet nem lehet beleilleszteni a főszövegbe, viszont a dolog önmagában mégiscsak megér egy misét, és ezek nem is nagyon rövid fejezetek, tehát van, amikor ilyen 5-6-7-8 oldalakat olvashatunk arról, hogy hogyan történt meg mondjuk a városnak a csatornázása, hogyan fették be a várárkokat, hogyan botották le a várfalokat, illetve az erődfalokat, amelyek a 18-19. Században már akadályozták
a városnak a növekedését. A számomra nagyon kedves hat történeti részletekről is kapunk képet, ugye a polgárőrségről, az inszurrekcióról 1809-ben, annak az itteni szemléjéről, a 48-49-es eseményekről, ugye a 69. közös és a 17. honvédgyalog ezrednek a tevékenységéről, azokról a viharos hetekről, hónapokról, amik az őszi rózsás forradalom, a tanácsköztársaság, a román megszállás, a nemzeti hadsereg bevonulása időszakában itt lezajlottak, és az embernek néha az az érzése, hogy hát Demeter Zsófia minden további nélkül meg tudta volna írni ennek a dupláját, vagy a tripláját is, és hogy amit ő nem tud ennek a városnak a 19-20. Századi történetéről, azt lehet, hogy nem is érdemes tudni, vagy azt egyáltalán nem lehet megtudni, mert nincs ránéző forrás. Tehát egy hihetetlenül pezsgő, élő, fejlődő városnak a képét rajzolja elénk. Nem hallgatva el persze bizonyos ellenmondásokat is, tehát mondjuk azt, hogy volt ugye egy olyan polgármester, akit egyébként zavarosnak hívtak, és hát a végén ugye egy ilyen sajátos korrupciós ügybe bukott bele, vagy abba, hogy hát azért a fejlődés az bizonyos szociális olyan vonatkozásokkal is járt, amelyek hátrányosan érintették a lakosság egy részét, de alapvetően azt látjuk, hogy a város ezekben az évtizedekben, ebben a 1688-1930-as évekig eltelt, nagyjából másfél évszázadban egy folyamatos fejlődésen ment keresztül, és ezek a képi dokumentumok és ezek az írásos részek ezt nagyon alaposan dokumentálják. Demeter Zsófia ebben a kötetben is folyamatokat dolgoz fel, a középkortól a török dúlásig, a török időket követő fellendülésig. Mindig volt egy talpontja a város fejlődésének, volt egy nagyon érdekes és tanulságos időszak Székesfehérvár életében, és ez a dualizmus kora, a kiegyezést követő időszak. Természetesen a szerzőnek volt először feladó a lecke, hogy egyáltalán hogyan szerkesszem meg, hogyan írja meg, hogyan tegye könyvé azt, amit erről tud. És talán az is nagyon fontos, hogy amit megtanultunk, amit tudunk, amit kiolvastunk a forrásokból, azt érthetővé és olvashatóvá és átélhetővé kell tenni. Ezért találtam ki a könyv szerkezetében az olvasmányos megoldást, mert ez talán könnyebben olvasható, és a főszövegtől, ha átlapozunk az olvasmányokhoz, akkor könnyedebben és sokrétűbben megnézhetünk egy-egy témát. A fénylő történelmi múlt megidézése szólamokban, ünnepi beszédekben, még a kortes hadjáratok alkalmával is bevált fogás volt, de fénye nem sugárzott ki a városra, nem látszott rajta az egykori gondosság és gazdagság szemben a mával. Ez egy nagyon derék kötet, magában annak idején az ötlet is az volt, hogy legyen egy ilyen sorozat, ami feldolgozza a város történetet, sok érdekességgel, izgalmassal, ahol van arra lehetőség, metszettel korábban, aztán fényképekkel, és ez a kötet pedig azt gondolom, nagyon izgalmas időszakot, kicsit a városnak az újraébredését, az ebből fakadó fejlődését, és a mai értelembe véve nagyvárossá fejlődését is bemutatja, azokat az erőfeszítéseket, kihívásokat, amelyek az egyes időszakokban Fehérvárt jellemezték, és amiből valljuk be, hogy vannak olyanok, amik a mában is kifejezetten hatnak, vagy adott esetben ma is kihívásokat jelentenek Székesfehérváron, úgyhogy szerintem nagyon fontos, hogy ezek a kötetek elkészüljenek, és mennyire fontos, azt mondom, azt jól jelzi, hogy milyen nagy az érdeklődés ezen a programon, ráadásul egy gyönyörű várostörténeti kiállításon belül kerül sor ennek a kötetnek a bemutatására, úgyhogy én csak köszönettel tartozom azoknak, akik megálmodták, és a köteteket elkészítették, és az ahhoz kapcsolódó óriási kutatómunkát pedig elvégezték lelkiismeretesen. A korabeli fotókkal gazdagon illusztrált kötetek hozadéka, hogy a lokálpatrióta székesfehérvári polgárok megismerhették a város olyan időszakait, amelyek kivételes szerepet játszottak a magyarság történelmében is. Európai ősbemutató a Vörösmarty Színházban Szikora János rendezésében mutatták be Murakami Haruki, Kafka a tengerparton című világhírű regényének színpadi adaptációját. Csak 15 éves vagy. Még csak most kezdődik az életed. A világ pedig nem is tele van ismeretlen dolgokkal, amiket álmodban sem tudsz elképzelni. Magyarországi ősbemutatóra invitálta Tália szerelmeseit a Vörösmarty Színház. Szikora János rendezésében Murakami Haruki, a legendás japán író Kafka a tengerparton című regényének színpadi változatát mutatták be. Két világ van, és a két világ között van ugyan átjárás, de ezzel az átjárással nagyon kell vigyázni. Mi ez a két világ? Van egy világ,
amit az érzékszerveinkkel tapasztalunk, és nagyon jól tudjuk, hogy a valóságnak van egy olyan dimenziója, ahová a szemünk, a tekintetünk, a látásunk, a tapintásunk nem ér el. 3 éves lettem, a nővérem meg 9. Tényleg ennyire jóban voltunk? Hát is emlékszem, hogy jártunk volna a családdal a tengernél. Hogy jártunk volna a családdal a bárhol is. Kizárt, hogy apánnál hagyjam ezt a képet. Anyagról nincsenek fényképek. Apám az összeset kidobta. Nem emlékszem az anyára. Hiába erőlködik. A kinézetemen nem tudok változtatni. A két vastag szemöldököm az apámé. Közöttük a mély látszat sehogyan sem tudom kisimítani. Anyámat kiírtatom az emlékemből. De a kamaszomáikat nem tudom magamból kisöpölni. Rajtam van a jel. Belém égett. Rám van ütve. A Frank Eleci nevéhez fűződő színházi adaptáció hitelesen jeleníti meg a valóság és az álom rejtek útjait. A címszereplő Kafka Tamura szerepében Nagy Péter tévelyeg az idő labirintusában. Magány az, ami az embert bezárja, és az a fal, amit maga köré épít, és tulajdonképpen az ebből való kiútnak a megtalálása, azt lehet egy útnak nevezni, egy beavatásnak, hogy az ember ebből megtalálja a külvilág felé nyitott kijáratot úgy, hogy közben stabilan tudjon állni a két lábán. És ehhez talán a legfontosabb stációk, ahogy az embernek túl kell magát tennie haragon és félelmen. Mindig attól parázzak, hogy helyet ültözöm, hogy valaki lehet, hogy van mellém, és akkor lőttek az alásnak. Még annyira jól lehet, hogy kicsit mielőtt odaérünk, és te nagyon szintén vagy nekem. A szerző szimbólumokkal, metaforákkal telített, mélységesen emberi történetekkel, szenvedéllyel átszőtt karakterekkel meséli el az eredendőt, Sakura sorsa is beteljesül azzal, hogy át kell a hídon. Nagyon nehéz az érzelmekkel játszani, mert hogyha eltespedünk és mindent csak tisztán érzelmekre fűzünk fel, akkor szerintem ez a bonyolult történet szétfolyik. Tehát kell tudnunk egyszer reálisan fogalmazni, és reálisan odaállni a mondatok mögé, és nem mindig hagyni, hogy elszaladjon velünk az érzelmek ménese. Megszokta már az itteni életet? Szokogatom. Ráér most? Igen. Akkor ne átsorogjon. Beszélgessünk egy kicsit. Hány éves is? 16? 15. Nemrég lettem 15. Idősebbnek látszik. Lelépett otthonról, mi? Igen. Volt rá valami konkrét oka? Úgy éreztem, ha otthon maradok, maradandó károsodásokat fogok elszenvedni. Az előadás mesés kalanda, villámcsapás szimbóluma, a törékeny helyzetek kibontásának meséje. Minden embernek a saját képzelet, fantázia világa, a saját belső élete, az nagyon erősen, hol gazdagabban, hol szegényebben, de működik. És hogy az legalább annyira hat az életünkre, az életünk minőségére, mint a szóbeliség, a cselekedet, ami kívül, tehát meghatározza az egész belső világunk, a külső világunkhoz való viszonyunkat, és hogy ezzel nem bánhatunk sem magunk felé, sem a világ felé felelőtlenül. Hamarosan dörögni fog az ég! Arra célod, hogy a mennydörgés majd segít megfejteni a bűtitkát? Kezdtem úgy érezni! Mennydörgés, mi? Frankó hangzik! Pusino úr! Igen! Végre belém villant, hogy ki vagyok én, Pusino úr!
Gáspár Sándor több síkon mozgó nakatája történetének nem lehet más a vége, mint egy felkiáltás, küldetés befejezve. Ez egy felkiáltó jel a végén, amit aztán végül is a nakatát utolsó fázisában végig kísérő fiatalember is megfogalmazza, ezt a bölcsességet, hogy mindennek eljön az ideje. Tehát bizonyos dolgokat az életben igenis meg kell élnünk, meg kell érnünk rá, hogy felfogjuk, hogy élvezzük, hogy fájjon, hogy oldódjon. Nem látszik rajta semmi, úgyhogy most már nyugodtan felveheted. Köszönöm. Nővérem. Ugye nem is történt veled semmi rossz? Nem. Nem történt velem semmi rossz. Az előadás üzenete, hogy az ember igenis megtanulhat értékválságtól függetlenül értékelni, átértékelni, másképpen szemlélni a világot. Mindent helyesen tettem? Mindent helyesen tettem. Idén is a Szent István Művelődési Ház adott otthont a hagyományos székelybálnak, az ünnep határon túli intézmények megsegítését szolgálja. A Szent István Művelődési Házban szombaton rendezték meg harmadik alkalommal a székesfehérvári székelybált, a Kárpát-medencei Magyarság székesfehérvári ünnepét. Az idei jótékonysági est bevételéből és a támogatói jegyekből a Beregszászi Kárpátaljai Református Egyházkerület idősek otthonát, a Böződújfalusi Hazatérés templomának felépítését segítik, illetve a székesfehérvári általános iskolák könyvtárainak vásárolnak kiadványokat. A bálnak az elnevezését is úgy alkottuk meg 3 évvel ezelőtt, hogy Fehérvári Székelybál Kárpát-medencei Magyarság ünnepe, hogy magába foglalja az összes elszakított országrészt. Maga a székely szó, a székelybál szó, az lehet egy húzóerő, hiszen a legnagyobb magyar közösség ugye Székelyföldön van, ami a határunkon túl van, és ennek a húzóerőn fölkapaszkodva tudjuk a többi országrészt is segíteni. Nagyon-nagyon fontos rendező volt számomra a mai este megszervezésénél, hogy mind a 4 elszakított nagy országrészből, hiszen volt több kisebb is, érkezzenek fellépők a mai bálra. Varga Tamás államtitkár a bál fővédnöke számára is kivételesen fontos, hogy határon túli honfitársainkat minden eszközzel támogassuk. Egy fantasztikus éve van a mögöttünk hagyott 1 hétnek, 10 napnak. Az elmúlt hétvégén ünnepeltük a kereszténység legnagyobb és legszebb napjait, a feltámadást és húsvétot, és aztán feltámadás és húsvét után emlékeztünk Alois Zoli bácsira. Ma pedig székelybál, és azt gondolom, hogy ez mind a megmaradásról szól, a magyarság, a magyarok megmaradásáról. Cserpalkovics András polgármester, a bál védnöke büszkeségének adott hangot, hogy Székesfehérváron hagyománya van a külhoni magyarság eredendő értékeinek megőrzésének. Különösen igaz ez egy olyan város esetében, ő még joggal mondja magáról, hogy a nemzet egyik történelmi fővárosa, ebből fakadóan nem csak azért van felelősségünk, viselünk felelősséget, akik itt élnek, vagy a város környékén, hanem azt gondolom, hogy ennek a városnak a felelőssége mindig is nagyobb volt, és kiterjed a nemzet minden egyes tagjára. Deák Lajosné a város határon túli magyarságért felelős tanácsnoka esztendőről esztendőre sokat tesz azért, hogy Erdély, Kárpátalja, Felvidék és Délvidék magyarjai valóban az anyaországhoz tartozónak érezhessék magukat. Székesfehérváron harmadszorra rendezzük meg a székelybált. Ez kimondottan az elcsakolt területen a magyar oktatás, nevelés, a szorványból élőknek a támogatására hívtuk életre. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az intézményeinket, a magyar intézményeket támogatjuk innen is Székesfehérvárról. Amikor a székelybáról beszélünk, akkor ez több annál, hiszen Székesfehérváron is nagyon sok székely honfitársunk él, és azzal, hogy ezt kiegészítették a határon túli találkozóra, a magyarok találkozóra, azt hiszem, hogy ez példaértékű. Igen, úgy gondoljuk, hogy Székesfehérváron rengeteg székely él, határon kívül magyarok is, akik nagyon fontosnak tartják, hogy itt az anyaországban Székesfehérvár mind kulturálisan, mind művészetileg erősítse.
Beregszász Jolga varázslatos személyisége és elkötelezettsége volt a záloga annak, hogy a nagy évű műsorával tegyen hitet a jövő előtt. Ha hívnak, hogy segítség, akkor mindig megyek. És Kárpátaljáról van szó, meg Erdélyről, meg a segítségről, és akkor nincs mese, menni kell. Főleg, hogy én kárpátaljai vagyok, és mindenhol, ahol Kárpátalja van, akkor ott kell lenni. Miként látja, mi mindent kell tennünk a hétköznapokon, hogy egy ilyen már valódi ünnep lehessen? Gondolok itt elsősorban a határon túli magyarság kérdésére. Most mondjuk nagyon nehéz Kárpátalján a helyzet. Nem annyira, mint Erdélyben. Erdélyben is, de a magyarság most megszenvedi a nacionalizmust, mert masíroznak a városba a nacionalista ukránok. Meg Kárpátalja valahogy mindig mostoha gyereke volt, Magyarországnak, mert én úgy képzelem, hogy az anya Magyarország, és akkor kapaszkodnak a kicsik a szoknyájába. És ez picike valahol hátul ment, és most fantasztikus elindult Kárpátalja felé a segítség, meg a kormány, az egyházak, a magánemberek, a művészek, mennyi koncert volt már. És ezzel, hogy mi visszük oda a szeretetet, ezzel ők is erősödnek. A kárpátaljai magyar közösség számára a találkozás eszköz annak megerősítésére, hogy a nemzet egységes. Nekem is sokat jelent a hangszeren a magyar zászló, de az inkább azoknak szól, akik nem tudják azt, hogy ez milyen hangszer. És a hangszeren, hogy tudjuk megmutatni azt, hogy mi kik is vagyunk valójából, hát úgy, hogy szívben muzsikálunk. Ungváron túl minden egyes pillanat a magyarság túlélésének záloga, ezért is fontos a nyelv és a kultúra. Odahaza Kárpátalján, ez most nagy kérdés, hogy mit jelent nekünk az, hogy összejövettel, illetve mint egy székelybál is, vagy egy magyarság megőrzése, ez nagy kérdés ma, és örömmel jövünk ilyen helyekre, ahol elmondhatjuk, hogy mit jelent nekünk megmaradni magyarnak odahaza, ahol mindent megtesznek az annak érdekében, hogy eltűnjünk, elmúljunk, de hiszem azt, hogy az Úristen akarata az, hogy mi megmaradjunk. Én a megmaradást látom egy ilyen rendezvényben, és örülök, hogy vannak olyan emberek, akik ezt kigondolták, véghez viszik, és oda teszik magukat. Felvidék bővelkedik a természetes hitben és összetartozásban, a Nyitra Nagykériek műsora az ősi magyar kultúra igazságait idézi meg. Mi Nagykériről érkeztünk Nyitra mellől, itten a felkértek minket, hogy jöjjünk el erre a bálra, hogy mutassuk meg a nagykéri táncsoportot. Mi nagyon nagy örömmel fogadtuk meghívást. Milyen Nagykéren táncosnak lenni, magyar táncosnak lenni? Hát mostanság nagyon sokat foglalkozunk vele, rendszeres próbákat tartunk, így most nagyon jól működik a táncsoport. 50 tagunk van, 3 tánctanár jár rendszeresen táncot tanítani. Vannak magyar iskola tanulói is, és már a szlovák iskola tanulói is tanulják a magyar néptáncot és az éneket. Embernek maradni a nélkülözésben, a támadások keresztüzében nehéz feladat, ehhez bátorság és hit kell. Nagyon sokat lehetne erről beszélni, csak azt mondom, hogy már kiveszőben vagyunk, mivel hogy a peremvidéken vagyunk, ott találhatóak vagyunk, kevesen vagyunk. Már befogadtuk olyan gyerekeket is, akik szlovák iskolába járnak, és a Móriza táncsoportban viszont magyarul énekelnek velünk. Úgyhogy létezünk, ahogy tudunk, vállalunk, amit vállalunk, a szomszéd faluból, a szomszéd városból járnak le hozzánk táncosok, hogy megmaradjunk, mivel hogy már 22 éve itt vagyunk, és szeretnénk továbbra is ezt továbbvinni, hogy a hagyományok megmaradjanak. A gyerekek tudják, mi az, hogy magyar zene, magyar nóta, magyar néptánc, a magyar közösség, és tudják, hogy hol van Magyarország, és hová tartozunk. A Trenka család jelene a népi kultúra vonzásában teljes, gyermekeik így nőttek fel, mindennapjaikat e köré építik. Mi a néptánc felé orientálódtunk, tehát a magyar néptáncot, a magyar hagyományokat követjük, és rengeteg programra eljárunk. Mind 3 gyermekünk van, mind a 3 gyermekünk néptáncol az Alba Regia Alafokú Művészeti Iskolában,
és ott is bármilyen program van, azon mindig részt veszünk, akár segítőként, akár mi is táncolunk. És én a szakmám óvodapedagógus, és így a gyerekekkel is próbálom belevinni a munkám során a gyerekek életébe a magyar hagyományainkat, hogy minél jobban megőrizzük ezeket. Mit adhat a tánc ma ebben a felgyorsult világban? Hát nagyon sok értéket ad a gyermekek számára a régiek, a szokásokról, népszokásokról, a tiszteletről, a csoportról, arról, hogy kell igazándiból együtt dolgozni a többiekkel, és hogy egy igazán jó társaság kijön, ahhoz sokat hozzátesz egy ilyen néptánc szerintem. Az ifjú Trenka Máté rendkívüli tehetség olyan vitalitással, amely egyedülálló. Meséld el, hogy miért jó táncolni? Na jó. Jaj, mindenből csak vád fakad. Miért kimélted az erőt? Miért kimélted válladat? Miért nem vertél sziklatöltést, erős nagy védőgátakat? Elhagytam koldus, tékozló apámat, s aranyatástam én gonosz fiú. Mi is szent vagy, te koldusság, s te sárarány, te szépség, mi hív? Mad Fruzsina, a Fehérvári versünnep 2017-es győztese, Dzsida Jenő, Psalmus Hungaricus című versével köszöntötte a bár résztvevőit. Én nagyon szeretem azt, hogy jó kapcsolatunk van a határon túli társainkkal, és én úgy gondolom, hogy abszolút a magyarság himnusza ez a vers, és én ezt szeretem átadni azoknak, akik szintén így gondolják. A folytonosságban élő határon túli magyarok megigazulásának ünnepén a hétköznapok árnyékát átlépve a Szent István művelődési házban ismét bebizonyosodott a nemzet egysége töretlen. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket, találkozunk a jövő héten kedden, ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!